Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat 13%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A jegybank arra számít, hogy az év közepétől gyors infláció csökkenés következhet be. Bot Péter Ákossal beszélgetünk. A jegybank korábbi elnökével, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Hogy a múlt héten az MNB már belengedte ezt a döntést, gyengült is a forint rendesen, aztán beigazolódott, ugye a kamatfolyosót szűkítette, a felső határt 25%-ról 20,5-re csökkentette. Ezt várta a múlt hét miatt a legtöbb elemző, ön is ezt várta? Hát azt lehetett tudni, hogy ez az alapkamat, aminek nincs különösebb jelentősége, most mondom, az fog maradni, és egyébként a jövő hónapban is fog maradni, meg azután is fog maradni. Nem szoktam előrejelzést tenni. Ez a 13%-os. Ezt nyugodtan mondta, hogy ennek nincs jelentőség. Aminek van jelentősége, ez a 18%-os napi betét, mert azon a ugye az kijelöli a pénz árát Magyarországon. Persze ugye a néző mondja, hogy egy napi betét és évi 18%, hogy egy napon hogy is lehet. Ennek megvan a maga technikája, de a lényeg de várjon, ne szaladjon előre, arról mindjárt beszélünk, de a kamat folyosó, aminek most a felső határa csökkentett, azt elmagyarázza a nézőknek, hogy ez pontosan mit befolyásol és mit jelent? Így van, azért mondtam ezt a 18%-ot, mert ez befolyásolja. Tehát ezt nézték, hogy 18%-ot lehet keresni, ha valaki egy bizonyos kör a Nemzeti Bankkal elhelyezi a pénzét, az nagyon szép hozam, igaz, hogy csak egy napra adja, és ezek a pénzek, ezek nagyon mozognak. Na most, amit a kamat folyosó teteje meg az alja, az tulajdonképpen az alja még érdekes valamelyet, de a teteje ez 25% volt, ez egy irdatlan magas kamatszint, és ez sose érte el az üzlet, tehát ez nem volt effektív, ez nem hatott semmi. Most ezt lejjebb vitték elég jelentősen, de ez se fog hatni, mert a bankok nem mennek a Nemzeti Bankhoz 25%-ért, ha pénzre van szükségük, ha a piacon találnak mondjuk 12 mellett. Miért volt ez akkor 25%-on? Akkor nem volt értelme? Nem tudom, nem volt sok értelme. Tehát egy kicsit olyan, hogy azt mondjuk, hogy itt a Trabant, de nem szabad 140-nel gyorsabban menni hegynek fölfele. Hát nem szokott, tehát nincs jelentőség ennek, és ezt most levitték, ezért nincs jelentőség a levitelnek sem, ezt most nem én mondom, hanem hát a pénzpiac. Akkor miért kezdett árfolyam nem csökkenni, vagy gyengülni a forint? Amikor ezt belengedte Virág Barnabás, akkor 3.69-3.70-ről elszaladt 3.80-ig. Igen, de ő nem mondta azt, hogy ez a folyosó ez zárulni fog, hanem egy finom célzás volt arra, hogy az a magas kamatszint, ami Magyarországon van, egy idő múlva, ha megnézzük, hogy máshol mennyi, meg a világ hogyan alakul, az talán egy idő múlva nem lesz ilyen magas. Tehát az hangzott el, hogy esetleg talán lejjebb megy a kamat. Na most ez a mostani technikai változtatás, ez nem érinti ezt, mert amiről mi beszélünk, az nem az, hogy a 25-ről 20-ra, amit senki se használ, hanem ez a hát, ha lemegy ez a 18, 17-re, 16-ra, végül 13-ra, ez alapkamat, és akkor az most már visszanyeri a funkcióját. Na, ez most már persze izgatja azokat, akik 18%-ot vágnak zsebre. Tehát azok a spekulánsok, mondjuk ezt a szót, tehát azok a forró pénzek, amelyek itt ilyenkor mozognak, hát azoknak a kezébe egy kicsit megremegett a kezük, mert arra gondoltak, hogy ez már a jövő héten lesz. Na most megnyugodtak, hogy nem lesz a jövő héten. Egyébként azt mondom, szerint miért jelentette be, vagy miért lengette be Virág Barnabás? Hát megkérdezték, hogy meddig tart, és azért azt nem mondhatja. Ja, csak mi újságírók látjuk mögé, hogy ennek valami oka volt, és ez nem. Szerintem néha válaszolnak az emberek egy értelmes kérdés. Hát az értelmes kérdés, hogy Magyarországon, ami 18%, ez az effektív kamat, és mondjuk Romániában 7. Hát tessék mondani, ez meddig tart? És akkor azt nem mondhatja, hogy amíg a világ, ez mindig. Azt mondja, amikor a körülmények megengedik. Jó, egy picit úgy tűnt, mintha egy tesztelték volna tulajdonképpen a piacokat, de hát ez Nem hiszem, hogy ennyi tudatosság lenne a dolgokban, hát egy fél mondatokon is azért néha meglódulnak a pénzek, de az azért érdekes ez, és a nézőknek is, hogy ebből látszik, hogy nagyon izgálgák a pénzbefektetők, tehát itt nem arról van szó, hogy a magyar árfolyamnak van egy olyan normális helye, amit kijelölt az export, az import, a gazdasági növekedés, hanem itt van egy felfokozott, nagyon magasan tartott kamatszint és egy várakozás, és mindenki lesi a kijáratot. És hogyha azt gondolja, hogy most itt az idő, hogy távozzon, akkor nagyon tud zuhanni az árfolyam. Ne következzen be,
De hát ezért kell óvatosan fogalmazni a Nemzeti Bankban, mert ha azt mondják, hogy hát levisszük majd, ha kell, abban a pillanatban ugye akkor 6-8 forinttal megdrágul az euró. Egyébként mondott ilyet Virág Barnabás ma is egy háttérbeszélgetésen, azt mondja, hogy a következő hónapokban fokozatosan, előre kommunikáltan elkezdődhet az irányadó kamat csökkentése is, őszre pedig reális lehet az, hogy a most 18%-os ráta eléri az alapkamat 13%-os szintjét őszre. Ez reális ön szerint? Ez az ősz? Ugye azt jelenti, hogy körbenézzünk a világban, mi van. Ha a világban mondjuk a lengyel, a cseh, a román kamatszint az megy lefele, szerintem nem nagyon, de mondjuk, ha megy lefele, akkor nem érdemes Magyarországnak 18%-ot, mondjuk a Magyar Nemzeti Banknak 18%-ot fizetni, mert láthatóan máshol még annyit se fizetnek. Ha azonban beragad, akár esetleg kamatot emelnek mondjuk Amerikában vagy Európában, nem valószínű az sem, de én nem merek tippelni, akkor persze ez a kamat különbözet egy kicsit szűkül. Akkor viszont azt mondja a spekuláns, hogy hát itt ez a forint, a fene se tudja, mi lesz vele, ha nem fizetnek meg engem ezért a plusz kockázatért, akkor talán elviszem máshova. Tehát ez egy nagyon furcsa, finom egyensúly, játék, hogy mi az, hogy mennyi az, ami itt tartja a pénzeket, de nem túl magas, mert másfelől viszont akkor jön egy gazdasági miniszter a kormányból, vagy jön egy vállalkozó, és azt mondja a vállalkozói szövetség, hogy hát borzasztó ez a kamatszint, tehát hogy lehet emellett gazdálkodni. És ez igaz is. A mai döntés azt üzeni, hogy az infláció csökkentését, vagy csökkenését várja már a Nemzeti Bank? Ez a lazítás? Az inflációs ütem az csökkenni fog, már csak azért is, mert azok, amik hajtották fölfele, tehát az a nagyon rendkívüli élelmiszerár, az már mindenhol már az üteme csökken. Nem az ár, hanem az inflációs ütem. Az energia az meg kimondottan visszatért a békebeli szinten. Tehát, hogyha nem történne semmi egyéb változás, akkor az, hogy dezinfláció lesz, tehát az inflációs ütem az megy lefele, időnként még akár egy konkrét ár is mehet lefele. Tehát nálunk képzelni. Miért nem ment úgy, mint... majdnem mindenhol máshol Európában. Na most a magyar infláció kicsit más egyébként, mint az összes többi, mert ebbe is mások vagyunk, ugyanis itt nálunk nem is az élelmiszer és az energia volt csak, ami feltolta, hanem most már a maginfláció is nagyon magas. Tehát azok a termékek, amelyekben nincs benne pontosan ez az élelmiszer, és nincs benne pontosan ez a nagyon mozgékony és volatilis változékony energia, hanem kiterjed sok mindenre, és hallom szolgáltatásra. És most is nőtt? És ez nehezen megy le. Tehát ez le fog menni, mert hát miért emelnének még 15%-kal valamit, de nagyon nehezen megy le. Tehát ez egy, a magyar dezinfláció, az sajnos én azt gondolom, hogy az nem olyan gyors lesz, mint mondjuk a német, vagy akár a lengyel, hanem egy ilyen lassan araszol, és akkor nagyon... Szóval akkor a Nemzeti Bank nem teheti meg, hogy a forintnak az erejét ne tartsa meg, mert miért is ilyen magas a magyar infláció? Egyebek mellett azért, ugye adókat emelt a magyar kormány, azon kívül gyenge volt a forint, tehát volt, amikor 430 volt, na hát akkor mindenki átárazta, és az nehezen megy ki a rendszerből. Tehát mindezzel az összes lépéssel tulajdonképpen a forintot próbálják egy sávon belül tartani. Ezzel a kamattal, persze, más, hogy is mondjam, hát más értelme nincs, hogy 18%-ot fizessen, mint az, hogy hát ezzel kicsit formába tartsa a forintot, mert nagyon sok rossz hír is van a világban, és a forint kicsike valuta, törékeny. Egyébként azt is mondta Virág Barnabás, hogy a következő hónapokban ütemváltás jöhet a magyar infláció csökkenésében, az év közepétől pedig még erőteljesebb csökkenés jöhet. Hát ennek muszáj is jönnie, mert ugyanis az mindig az előző év azonos hónapjához mérjük, és hogyha az előző évben volt egy óriási ugrás, akkor most abban a hónapban egy évvel később miért lenne még egyszer ugyanakkor a ugrás? Tehát ez a technikai dezinflációnak mondhatjuk, hogy olyan magas a bázis, hogy most már ahhoz képest miért lenne még magasabb, ha csak valami újabb botrány nem tör ki. Ugye ez, amiről eddig beszéltünk, ez a jegybank serpenyőjében van, ezt tudja tenni a jegybank. Jó. A másik serpenyőben mi van? A pénzügyminisztériumban? Hát a magyar kormánynak nagyon furcsa az álláspontja, mert ugye panaszkodik az inflációra, és hát igaz is, mert nagyon magas az infláció, de ebben torony magasan vezetünk Európában. Ugye 25, és akkor utána jönnek ezek a 17-ek, meg hát a eurózónában 6,9. Viszont hogy betömdösse a költségvetési réseket, elkezdett különböző adókat kivetni.
És ezek az adók, ezek olyan áfaszerű adók ráadásul, hát ezek forgalomra vannak rárakva például. Hát ez azonnal megjelennek, vagy másnap megjelennek, vagy egy hónap múlva, de megjelennek az áremelésben. Tehát a magyar inflációnak azon kívül, hogy a forint az nagyon gyengécske és változékony volt eddig, a másik oka, hogy az adóterhelés megnőtt, és az pedig megnöveli az árakat. Most máshol levitték az adókat, amikor belódult az infláció. Tehát többet fizetünk adóba, és emiatt még többet fizetünk az áremelkedések miatt és az infláció miatt. És ez persze ketyeg a kormánynak, és ezzel próbálja a költségvetési réseket betömni, de hát az első három hónap az elég vaszakul nézett ki, úgyhogy most nem teti meg a pénzügyminiszter, gondolom én, hogy ezeket a pénzeket ne szedje be, de ha ezeket a pénzeket beszedi, akkor a cégek nem tudnak mit csinálni. Nekik ez ugyanúgy költség, mint hogyha drágá volna az áram. Hát nekik ez egy kiadási tétel, talpon akarnak maradni, megemelik az árakat. Egyébként, ha már az adókat említette, extra profit adó, ez hozzányúl a kormány, ez most derült ki ugye tegnap esti közlönyben, hogy a második fél évtől teljesen átrendezik ezeket a terheket. A nettó árbevétel helyett a külön adókkal korrigált eredmény lesz az adó alapja, és sávossá alakítják a kulcsát. Mit jelent ez ezen a közlönyben? Ugye eddig az volt, hogy az árbevételt megadóztatták. Ez olyan, mint egy forgalmi adó bizonyos értelemben, hogy meg kell fizetni. És akkor az átrakja költségként, átpakolja a vállalat, a bank, a biztosító az ügyfelekre. Ha a nyereségét adóztatják, az már egy közgazdaságban egy értelmezhetőbb dolog. Hát van költsége, a fölött van nyeresége, a nyerességet megadóztatják, elviszik. Az, hogy ezt évközben csinálják, az nincs rendben. Hát egy rendes országban az adó legalább egy évre szól, és megmondják előtt egy fél évvel, hogy mennyi lesz. Tehát ez egy kicsit magyaros. Na de most ettől változik bármi? Hát ugye... Tehát ettől több vagy kevesebb pénzt szed be a költségvetés, vagy a bankok? Mert állítólag a legnagyobb nyertes az OTP lehet, van, akik meg igencsak vesztenek ezen, hát de igazából nem jön több. Átrendezik a terreket, gondolom a pénzügyminiszternek kell a pénz, a bankok pedig konstatálják, hogy kisebb lesz a nyereségük. A gond inkább az, hogy ha a bankszektorral ezt meg lehet csinálni évközben, akkor mindenki tulajdonképpen arra gondolt, és jogosan, hogy az önnek hiába van üzleti terve, meg szerződései, jön valaki, és azt mondja, hogy nyártól ne így adózzál. Szóval nekem az egész nagyon nem tetszik maga ez a beavatkozási mód. Lehet, hogy a konstrukció az jobb, mint az előző. Én nem néztem meg az apró betűt, mert nagyon, hogy is mondjam, nem tart sokáig, míg az ember megtanulna egy szabályt, kiderül, hogy már másnaptól nem az érvényes. Egyébként meg 24-ben ki kellene vezetni, mert én úgy tudom, hogy az uniós ráadásul, fejében vállalták. Ráadásul az, még azt vállalták, hogy az egész le fog zárulni, de hát annyi mindent ígértek már nekünk, ha felét betartják, már annak is örülnénk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy meghívott.